2018. novemberében megjelent egy kormányrendelet módosítás, ami a korábbiakhoz képest egyszerűbbé teszi a közfoglalkoztatottak számára, hogy mezőgazdasági idénymunkát is vállaljanak. Azok, akik közfoglalkoztatási szerződéssel rendelkeznek, és mellette egy hónapban 14 napnál többet dolgoznak idénymunkásként, napi 2000 forintos támogatást kapnak. Ezzel próbálják motiválni a közfoglalkoztatottakat az idénymunka vállalására. A megyei agrárkamarának a kezdeményezésére született egy olyan rendeletmódosítás, aminek az értelmében, aki idény munkába kimegy közfoglalkoztatásból, az az idejében már pénzügyi dotációt is kap ahhoz, hogy ezt megtegye. És természetesen, hogyha kiment idény munkára akár egy-két hónapra, akkor a közfoglalkoztatási munkaviszonya az ugyanúgy él tovább, mint amikor a közfoglalkoztatásból kilépett. Tehát egy olyan rendszert igyekezett a kormányzat összehozni, ami a közfoglalkoztatottaknak is jó. Az állam segítséget szeretne nyújtani a mezőgazdaság szereplőinek, hogy az ágazat kiemelt időszakában legyen megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő számukra. Szembe kell nézni a munkaerőhiánnyal, ami kiemelten a mezőgazdasági szektor idény munkaerő igényét sújtja. Ma már eljutottunk oda, hogy a betakarítási időszakban nem áll rendelkezésre annyi kézi munkaerő igény, aminek a betakarítást pontosan időben el tudnánk végezni, így sok vállalkozás feladta vagy felhagyott azoknak a növényeknek a termesztésével, és most én úgy gondolom, hogy egy fordulóponthoz jutottunk a kormánynak a programjai, illetve a megyei kormányhivatal vezetői, közmunkaprogram szervezői is segítséget kívánnak nyújtani ehhez, és ebben a kamara főszerepet kíván vállalni. A szerdai fórumon elhangzott, azért is kiemelten fontos ennek a helyzetnek a megoldása, mert ellehetetleníti a munkaerőhiány azokat a gazdákat, akiknek szükségük lenne a fizikai munkaerőre.